Putyin nemzetiségi önkormányzat idei kulturális estére Minszkből, Fehér Oroszország fővárosából érkezett a Freszki Tánc Egyesület. Több korcsoport növendékei Európa különböző nemzetiségeinek néptáncát mutatták be. A több mint három évtizeden működő táncegyüttes már több országban is vendégszerepelt, hazánkban itt Felső Zsoltán léptek fel először. A művészeti vezető elmondta, hogy fontos számukra a színpadi kép, így arra törekszenek, hogy minél jobban kihasználják a teret, és a gyerekeknek minden koreográfiához készítetnek az adott nemzetiségre jellemző fellépő ruhát is. Мы приехали из города Минска, из Беларуси. Наш коллектив называется «Образцовый театр танца фрески». Минскből jöttünk, Fehér Oroszország fővárosából. Már 30 éve létezik az Egyesület Freszki néven, ami freskót jelent. Három éves kortól jelentkezhetnek hozzánk a gyerekek, van előkészítő osztály, és akinek van kitartása, tehetsége, az átlép az első osztályba. Igyekszünk megtanítani a gyerekekkel a fehér orosz szokásokat, táncokat, de folyton bővítjük a repertoárt. Itt Felső Zsoltán a világ nemzetiségeinek táncait láthatták. Bemutattuk a mi fehér orosz néptáncunkat, bár nem autentikus formában, hanem újra gondolva, modernizálva, és ha legközelebb jövünk, akkor ígérjük, magyar táncot is bemutatunk. Вот, мы стараемся, конечно, делать на белорусском материале. А потому что, в общем-то, тогда меня отдали родители, но мне с самого детства нравятся танцы, нравятся. Már 12 éve táncolok az együttesben. Kiskorom óta szeretek táncolni, tetszettek a mozdulatok, a szüleim korán felfigyeltek erre és beírattak a tánciskolába. A nagyobbaknak háromszor van egy héten próbáljuk, a kicsiknek kétszer. Nagyon komolyan veszük a táncórákat, hiszen sok nemzetiség táncát tanuljuk hétről hétre. Láthattak tőlünk egyiptomi, cigány, görög, fehér orosz táncot. Már több országban felléptünk, így közönség elé álltunk Moldovában, Oroszországban, Ukrajnában, Csehországban, Lengyelországban. Magyarországon most szerepeltünk először. Én nagyon szeretek táncolni, de el sem tudom képzelni mozgás nélkül a mindennapjaimat. Egyébként orvos szeretnék lenni. A Felső Zsoltára áttelepült ruszin családok 2010-ben nemzetiségi önkormányzatot hoztak létre. Ilyen rendezvényeken ápolják együtt a ruszin szokásokat, erősítve ezzel összetartozás tudatukat. A jövő azonban kérdéses, hiszen Gazda Vilmos, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, elfoglaltságai miatt nem tudja tovább betölteni a posztot. Gyökereket, régi gyökerei vannak ruszinok, akik beléptek, akkor 53-an voltunk 10 évvel ezelőtt, és most sajnos eltelt lassan 4 év, egyre kevesebben vagyunk, ugye elhalálozottól kezdve, és a negyedik éve tapossuk, és nekem nincs időm, tapossuk a dolgokat, nincs időm ezzel foglalkozni, senki nem akarja átvenni a vezetést, ezért valószínű az éven megszűnik a Felső Zsoltai Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat. De én úgy gondolom, hogy értékelve ezt a 4 évet, nagyon sok jó dolgokat rendeztünk, kaptunk támogatást Felső Zsolt önkormányzatától, ugyanúgy, mint említettem, a tévé mindig jelen volt képviselőktől. Nádi Gyula képviselő volt, aki mindig szívesen segítségemre volt a színpaddal, teremmel, tehát én úgy gondolom, és nagyon szerettek hozzánk jönni ezek a nemzetiségi táncegyüttesek, énekegyüttesek, zenekarok, mert meg akarták mutatni, hogy milyen nemzetiségeknek, mi a nemzetiségeknek a kultúrája, és szerintem Felső Zsolt el is fogadta, el is sokan eljöttek mindig a rendezvényemre, de most munka elfoglaltságom miatt én befejezem ezen az éven, mivel nincs helyettesem, így valószínű meg fog szűnni. Ha valaki akarja, folytatja majd, és most még utólag, mert nem tudom, lesz-e még ilyen rendezvény, én szeretnék még, mert októberig még messze az idő, rendezni szeretném, megköszönni mindenkinek a támogatást, amit irántam jutottak Felső Zsolt aprajának és nagyjának, vezetőinek, alkalmazottainak. Nagyon szépen köszönöm, ennyit tudok mondani.